Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Szeretném hallgatóimmal megismertetni a Mindig van remény című könyvem és CD-m tartalmát. Így hát több videómban is olvasok fel munkáimból, mely által szeretnék kapaszkodót, lelki támaszt nyújtani hallgatóimnak. Munkáimból, a videóimban elhangzó gondolatok által nagyon sokan a saját életükre, saját sorsukra ismerhetnek, hiszen nagyon sokan ugyanazokat vagy nagyon is hasonló élethelyzeteket élünk meg. Épp ezért nagyon sok ember számára segítséget nyújthatnak videóim. Munkáimból nagyon sok erőt, lelki erőt, bátorságot meríthetnek hallgatóim. Könyvem bemutatása mellett motivál videóim elkészítésében az is, hogy több hallgatóm is felkeres és ír nekem privátban a magánéleti problémákkal kapcsolatban. És többen is visszajelezték nekem, hogy milyen nagy segítséget, lelki erőt adott nekik a már eddig videóként elkészült anyag, mely szintén a Mindig van remény című könyvem és CD-m alapján készült. Mint például Mindig van remény című könyvemből felolvasott önmegvalósítás. Test és lélek harmóniája, milyen legyen a nő? Milyenek az emberek, légy önmagad, három részben készült videóim. Munkáim által mindennapos problémák megoldására, meghatározó, sorsdöntő kérdésekre keressük a választ, amelyek bárki életében bármikor felmerülhetnek, mint az az élethelyzet is, amely a Mindig van remény című könyvemben a megromlott kapcsolat, házasság, átélt, nehéz időszakok alcím alatt olvasható. Ezzel a videómmal ugyanazon címmel négy részben elsősorban a bántalmazott, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőkhöz szólok. A videóimban elhangzó élethelyzetek bárki életében előfordulhatnak, amikor már-már kezelhetetlenné válnak a helyzetek. Nagyon sokan nehéz körülmények között, megromlott kapcsolatban, házasságban élik az életüket. Olyan körülmények között, amit a kapcsolatotok, esetleg szerelmetek kezdetén nem gondoltál volna, hogy egyszer borzalmakat kell megélned. Amikor úgy érzed, csak férjed van, aki téged csak asszonyként kezel, és nem a társaként. Nem párod, társad van, akivel megbeszélhetnéd minden apró titkaidat, gondodat. Az álmaid nem is érdeklik, és hogy mit szeretnél. Te törekednél az álmaid megvalósítására, ő pedig mindössze csak akadékoskodik, gátol mindenben. Amikor már annyit sértál az X év alatt, több volt a szomorúság, mint a boldogság. Amikor a férfi beletipor a nő lelki világába, összetöri a szívét, megöli a nőiességét. Miért kellene elfojtanod magadban a fájdalmakat? Videóim által ezekre a mindennapos problémákra, sorsdöntő kérdésekre keressük a választ, amelyek bárki életében felmerülhetnek. Ismerd meg a másik embert, és csak azután mondj véleményt róla. Meg kell ismernünk és elfogadnunk a másik akaratát. Mert ha a saját társad nem ismer, hiába éltek együtt már X éve, azért van ez így, mert nem érdekled. Csak az a fontos, hogy körülötte forogjon a világ, hogy ő jól érezze magát. Hogy a másik mennyit szenved mellette, ő azzal nem foglalkozik. Úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Nincs bátorsága szembenézni az őszinte helyzettel, és talán saját magával sem. Homokba dugja a fejét. Te nem mondhatod el neki a véleményed, az érzéseid, mert akkor már lázad ellened, és csak támad. Az a kapcsolat, amelyben már mindennapossá válik a kötekedés,
az akadékoskodás, a feszültség, a keserűség, nincs békesség, csak fegyverszünet, csak hidegség minden téren, mindennapossá válik a bocsáss meg hiánya, az már kétfejű hidegházasság. Egy szekérbe bekötött két ló, akik két irányba húznak, akik nem tudnak már együtt haladni előre, csak egy helyben toporognak, vagy rosszabb esetben csak zuhannak lefelé. Amikor megromlik egy házasság, sokat tépelődsz, hogy mi legyen. Elgondolkozol az életeden, és hogy hogyan tovább. Végig gondolod saját viselkedésed, és hogy miért is akarsz válni. Talán azért teszed fel magadnak a kérdést, mert félsz. Nagyon félsz. Pedig tudod, hogy ez nem mehet így tovább. Mindössze csak félsz, hogy mi lesz. Pedig tudod, ha elváltok, az mindenkinek, nektek és a gyerekeknek is megváltást jelenthet. De most még bilincs van kezeden, és félsz megtenni az első lépést, mert tartasz a következményektől. De amikor már évek óta vegetál egy házasság, mindössze csak eddig még nem volt bátorságotok szembenézni a valós helyzettel, és amikor történnek dolgok, rákényszerültök, hogy végre lépjetek, kimerjetek lépni ebből a lehetetlen életvitelből. Ne kívánja másiknak rosszat. Megromolhat egy kapcsolat, egy házasság, de csak azért, mert ti ketten már nem tudtok együtt élni, és ha válnotok kell is, nem feltétlen jelenti azt, hogy haragban kell lenni. Miért is kellene? Különösen, ha gyerekek is vannak, akiknek mindkét szülőre szükségük volna, még ha a szülők külön is élnek. Sokszor tanulhatnánk a gyerekektől, nem figyelünk eléggé. Még a felnőtt is tanulhatna sok mindent. Hogyan lehet, vagy kellene szeretni? A boldogság néha egészen kis dolgokon múlik. Mindannyiunknak szükségünk van a biztonságra és egymásra. A hit és szeretet fénye ne hagyjon el minket soha, akkor minden rendben lesz. Tanuld meg értékelni azt, amit van, mielőtt az élet kegyetlenül megtanít értékelni azt, ami volt. Ha tetszenek a videóim, és még nem tetted meg, egy feliratkozással segítheted munkám, és egy megosztással, hogy videóm nagyon sok emberhez eljusson, hiszen a te ismerőseid között is lehet olyan ember, akinek segítséget nyújthat videóm tartalma. A Mindig van remény című könyvem és CD-m, és az általam összeállított imafüzet a képernyőn látható e-mail címen keresztül megrendelhető. Valamint, ha érdemesnek tartod rá csatornámat, akkor a videók alatti leírásban van lehetőség a támogatásra is.